Az elmúlt hetek időjárása kedvezett a kerti munkálatoknak is, ennek része a szabadtéri tűzgyújtás. A száraz növényi részek könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb tüzek is könnyedén tovább terjednek. Vendégünk a stúdióban Dúka Imre, megyei katasztrófa védelmi gazgatóság sajtószóvivője, egykori kollégánk, úgyhogy tegeződni fogunk. Köszönöm szépen, és köszöntöm a televízió nézőket is. Így van, ahogy a bejátszóba is a felvezetőben elhangzott, valóban ezt mi is érezzük, hogy elindultak a kerti munkák, mondhatom azt, hogy sajnos, de még hála jó Istennek, mindig jó állunk az idei statisztikával. A tavalyi évben 598 ilyen jellegű szabadtéri tűzeset volt, ahova a tűzoltóknak be kellett avatkozni megyeszerte. Ez az idei évben jelen állás szerint még 100 alatt van. Nyilván annak örülnénk, ha egy sem lenne, ezt viszont ugye nem várhatjuk el, de mindenképpen fontosak azoknak a szabályoknak a betartása, amelyek a megelőzés szolgálják. Ugye itt ketté kell bontani a tűzgyújtást, más vonatkozik belterületre, illetve más vonatkozik külterületre. Belterület esetén nagyon egyszerű, mindenhol az önkormányzati rendelet szabja meg azt az időintervallumot hónapról hónapra, azokat a napokat, illetve azokat az órákat, amikor kimondottan kerti hulladék égetéséről beszélünk. Hogy tudnak ebből tájé vagy erről tájékozódni azok, akik ilyet szeretnének végezni? Gondolom azért nem jellemző, hogy erről annyira, ennek annyira utána néznek azok, akik ilyet kertészkednek. Így van, mindenképpen fontos, hogy tisztában legyenek az adott települési önkormányzat rendeletével. Tehát mindenképpen azt javasolnám, hogy a polgármesteri hivatalba tudják ezeket a ezeknek a napoknak utána járni. Ugye 229 település rendeletét mi sem tudjuk nyilvánosságra hozni, és ugye ezek eltérőek. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy kimondottan csak kerti hulladék égetéséről beszélünk. Mi az, amit tilos? Mindenképpen tilos ugye a szemét égetése. Ezt már elmondtuk egyébként a tüzelőfűtő berendezések használatáról is, amellett ugye, hogy nincs hőértéke a légszennyezettség romlásához fokozattan hozzájárul, illetve azokra olyan irritáló hatása van akár egy műanyag palack elégetésének, amelynek komoly következményei lehetnek. Tehát mindenképpen csak a kerti hulladék nyesedék égetéséről beszélünk. Az önkormányzatnál ezeket az időintervallumokat megtudhatják a település lakói, és az is fontos, hogyha ennek ellenére ilyenfajta tevékenységet végeznek, és mondjuk már az önkormányzati rendelet sem engedélyezi, akkor hatósági eljárás indul. Mert ugye van egy vonulási költség, számtalan olyan eset volt belterületen is egyébként, hogy a kerti hulladékégetésből, akár a szomszédnak egy faháza, vagy a szomszéd tálkére is átterjedt, a és komoly károkat okozott. És fontos az is, hogy csak akkor a tüzet gyújtsunk, amekkorát el is tudunk voltani. Mindenképpen szoktuk azt javasolni, hogy álljon rendelkezésre lapát, villa, illetve olyan oltóanyag, akár porral oltó, akár víz, amelyel meg tudják akadályozni a lángok továbbterjedését külterületen pedig ez hatványozottan értendő, és arra egy külön eljárás van. Ott ugye ott nincs önkormányzati rendelet, ott a következő a teendő, a adott katasztrófa védelmi kirendeltségen, amely eljáró hatóság, ugye itt van Nyíregyházán, Kisvárdán, Máté Szalkán és Fehérgyarmaton, ide kell engedélyeztetni az égetést, <kül> vagy bejelenteni a munkakezdés előtt tíz nappal, minimum, vagy legalább 10 nappal, és itt pedig különböző olyan erők, erőgépek, illetve eszközökkel, hogy rendelkezésre álljanak, amelyekkel akár körbe tudja szántani az adott területet, vagy mondjuk homokkal el tudja fedni, mert itt is komoly hektárok szoktak égni, amely ö, nagy költséggel jár, és illetve nagy erőket kell mozgatni ahhoz, hogy meg tudják fékezni a tűzoltók a lángokat. Mondok erre példát, mondjuk három évvel ezelőtt volt Újfehértó határában egy 60 hektáros terület, ahol be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak, csak hogy a nézők érzékeljék, ez nem egy két órás művelet, van, hogy majdnem egy egész napot kint kell, hogy legyenek. Különböző erőgépeket, így traktorokat igénybe kell venni. Arról, a, arról meg nem is beszélve, hogy most azért gondoljunk bele, hogy van 25-28 fok, de sokszor ugye mondjuk 32 is, és a tűzoltó, sem, tűzoltó is ember, és hamar elfárad. A teljes bevetési ruhába kell, hogy legyen, ahhoz, hogy mondjuk ne sérüljön meg. Ez pedig uh, ugye azzal jár, hogy uh, három óránként vagy két óránként akár pihenésre is van szüksége. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk a külterületen a vízvételi lehetőség az uh, korlátozott, így akár a visszaállítónak kell vonulni, vagy pedig, hogy mondjuk ha van a közelben olyan uh, víztároló vagy uh, olyan uh, tó, amiből tudnak kivenni vizet, akkor is ki kell építeni azt a gerincet, amiben Amely, amelynek segítségével a vizet el tudják vezetni a tűzfészekhez. Egy károkozás esetén ki az, akinek viselni kell az anyagi terheket? Mindenképpen a, a terület tulajdonosát szokták mondjuk, ha ismeretlen. Ugye van olyan, hogy egy belterületen, egy telken tűz keletkezik, akkor nyilván megnézik azt, hogy mi volt a kiváltó ok. Hamar kiderül egyébként, hogyha mondjuk az összehordott gajat, vagy ne Isten, még ha tiltva is van, a szemetet égeti, Ezekben az esetekben mindenképpen felkutatják a terület tulajdonosát és eljárás indul ellene. Ha ott van a helyszínen, akkor pedig könnyen kideríthető, hogy ő a telek vagy mondjuk bérmunkát végez, de akkor pedig a tűzet okozó szemét vonják felelősségre. A tűzoltóságnak a költségeit is kifizettetik ilyenkor? Vagy ez, ez Igen, kiállja? mert van egyfajta tűzvédelmi szabálysértési bírság, és hogyha olyan jellegű a beavatkozás, amely komoly erőket kell, hogy megmozgasson, akkor pedig még plusz a vonulási költséget is ki kell, hiszen szándékos tűz okozásról beszélünk. Érdemes azoknak is figyelni, akik szabad téren szeretnének sütögetni kis szalonna sütést, vagy akár grillezést. Milyen javaslatai vannak, milyen tűzvédelmi? Igen, ezt minden esetben felteszik ezt a kérdést, hogy lehet-e nyásolni vagy bográcsolni. Természetesen lehet a kiépített tűzhelyen belül, tehát nyilván ez nem úgymond engedélyköteles. Ugyanakkor egy valami mindenképpen felülírja ezt a fajta tevékenységet, amikor elrendeli a a földművelésügyi miniszter a tűzgyújtási tilalmat, az általános tűzgyújtási tilalmat, akkor mind a belterületi égetés, illetve a külterületi égetés is tilos. Tehát a kiadott engedélyek egy később időpontban kell, hogy megvalósuljanak. De a, például mondjuk az, itt a Nyíregyháza környékén, ugye az erdei tornapályán rengeteg kijelölt tűzrakóhely van, ilyenkor, amikor általános tűzgyújtási tilalom van, ezeken a helyeken is tilos. Tehát azt tudom elmondani, amikor nincs tűzgyújtási tilalom, nyugodtan lehet bográcsolni a kijelölt helyeken az udvarokon. Itt nem kell az, hogy a helyi önkormányzati rendelet előírja, hiszen egy olyan fajta tevékenységet végez, hogy a kiépített tűzrakóhely biztosítja azt, vagy megakadályozza azt, feltehetően, illetve hogy remélem, hogy 99%-ban, mm -hmm. hogy a tűz tovább terjedjen. De saját kertemben, a saját udvaromon akkor is főzhetek, hogyha éppen tűzgyújtási tilalom van. Én azt szoktam mondani, hogy inkább ne tegyük ezt, hiszen olyankor, amikor el van rendelve a tűzgyújtási tilalom, akkor az azért van elrendelve, mert olyan gyúlékony állapotba kerül a környezetünk, amely adott szikra. Mondok erre is példát, számtalan olyan külterületi tűzünk van, amely mondjuk út mentén akár kocsiból kihajtott sajnos szemét vagy üveg, amikor széttörik, maga az üveg is nagyítóként, lencseként működik, és akkor a száraz fű is lángra kap. Tehát vannak ilyen esetek is, vagy például mondjuk vasúti pályák mellett szokott még ilyenfajta, hogy kidobott égő cigarettacsik, vagy az elhajtott üveg, amely szintén bár közvetlen szándékosságot nem feltételez, mégis ugye ezek megelőzhetők, hogy nagy kiterjedésű tüzet. köszönjük szépen, hogy befáradt hozzá. Én köszönöm a lehetőséget.